Sziasztok, Dominika vagyok, üdv újra itt a csatornámon. A mai videóban 10 olyan könyvet fogunk megnézni, amit 2020-ban tervezek elolvasni, azaz jöjjön egy egész éves 2020-as TBR-os lista. Természetesen erre a listára rengeteg könyv felkerülhetett volna, tehát nem csak 10 darab, de azért döntöttem végül 10 darab mellett, mert ez még egy olyan szám, amit úgy tartani is tudok egyébként az év folyamán, és tényleg ezek azok a könyvek, amiket nagyon-nagyon szeretnék elolvasni 2020-ban. Rögtön az első könyv, amit feltettem erre a listára, egyáltalán nem meglepő, és tényleg ez volt az, ami egyből eszembe jutott, hogy ezt a könyvet már pedig 2020-ban biztosan el fogom olvasni. Ez nem más, mint Blake Crouch-tól a Véres Arany. Egyáltalán nem meglepő, aki már régóta nézi a csatornát, az pontosan tudja, hogy Blake Crouch nekem az egyik kedvenc szerzőm, és eddig az elmúlt években elolvastam egy, ha nem több könyvét abban az adott évben, úgyhogy most a Véres Arany lesz az, amit szeretnék 2020-ban elolvasni. És ez egyébként egy horror könyv, és két idősíkon keresztül követhetjük a történetet, méghozzá 1893-ban, a nagy aranyláz idején Amerikában, egy olyan kis falucskában, ahol minden nő, gyerek és férfi nyomtalanul eltűnt. És a közelükben élő emberek úgy gondolják, hogy valami szörnyűséges dolog történhetett ott, és hogy azóta már hát kísértetek is járják a környéket, és utána ugrunk egy nagyot 2009-ben, ahol egy professzor és egy lánya, plusz két idegenvezető elmegy ebbe a bizonyos falucskába, vagy helyszínre, ahol ez a bizonyos szörnyűség történt, és megpróbálják kideríteni, hogy mi történhetett ezekkel az emberekkel, és hogy miért tűntek el. És ami az érdekessége, hogy nem ők ketten, tehát a professzor meg a lánya volt az első, akik elmentek oda, és megpróbálták kideríteni, hogy mi történhetett, és nem jöttek vissza soha többé, úgyhogy nagyon érdekesnek tűnik ez a könyv. Nekem kicsit hangulatra egyébként Alma Katzenak az Éjség című könyvére emlékeztet, reménykedem benne, hogy lesz olyan jó. De egyébként Blake Crouchról van szó, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy jó könyv lesz. Aztán jön egy híres sorozat, ami Mark Lawrence-től a Vörös Nővér. Ezt a könyvet még a megszerzése előtt nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna elolvasni, és hát már egy éve egyébként itt van a polcomon, és még mindig nem nyúltam hozzá, amiben belegondolni is borzasztó, hogy mennyire vártam ezt a könyvet egyébként, hogy megszerezhessem és azonnal elolvashassam, és mégse történt meg, úgyhogy 2020-ban tényleg szeretném elolvasni, és hogyha lehet, akkor még az év eleje környékére szeretném őt besuvasztani, mert nagyon érdekel a története, ugyanis hát itt gyilkos lányokat képeznek ki, hogy gyilkosokká váljanak egy kolostorban, és itt követhetünk egy lányt, Nonát, hogyha jól emlékszem ez a neve, és ő 9 éves korában került ebbe a kolostorba, méghozzá a Bitofáról került oda, ugyanis megölt valakit, vagy valami ilyesmi, és hát gyilkossá fogják az ottani apátasszonyok őt formálni, és ez azért is érdekes, mert ugye én a Gyilkos Kegyelem című könyvet nagyon-nagyon szerettem, ami egy ifjúsági sorozat egyébként, és mivel az a történet nekem nagyon tetszett, ezért gondolom, hogy egyébként ez a könyv is szintén nagyon-nagyon tetszeni fog. Mark Lawrence-től nekem ez lesz az első próbálkozásom, más könyvét még nem olvastam, de tudom, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik, és hogyha ez a sorozat, vagy rögtön ez az első könyv megtetszik, akkor biztos, hogy fogok még tőle majd a jövőben olvasni. Úgyhogy ha valami véleményetek van esetleg a szerzőről, vagy valamelyik könyvéről, amelyiket érdemes lehetne elolvasnom, akkor azt megköszönöm, hogyha esetleg kommentbe megírjátok, hogy mi a véleményetek róla. És azt ki is felejtettem, hogy egyébként egy fantasy könyvről van szó, úgyhogy mágia is van benne. Aztán a következő a Sarah J. Maas-től a Court of Mist and Fury, azaz az Akotárt sorozatnak a második része. Ez egy, hát inkább felnőtteknek, félig ifjúsági, de inkább felnőtteknek való fantasy sorozat, ami tündérekről szól. És a tavalyi évben elolvastam az első részét, méghozzá augusztus végén, hogyha jól emlékszem, és az egészet egyébként dokumentáltam egy vlog formájában, hogy mi az első véleményem róla, és egyébként spoileres, úgyhogy óvatosan vele,
Idebe fogom egyébként linkelni a videót, úgyhogy meg tudjátok nézni, és szeretném ezt a könyvet szintén mi hamarabb a folytatását elolvasni, és szintén vlog formájában spoileresen megörökíteni, hogy mit gondolok erről a könyvről, és az egyetlen félelmem csak az, hogy egy elég vastag könyvről van szó, tehát 620 oldal fölött van, és ez a sorozat egyébként megjelent magyarul is, úgyhogy ha valaki kedvet kapott hozzá, akkor el tudja esetleg olvasni, hogyha akadály lett volna az angol nyelv, de én angolul szeretném ezt a könyvet folytatni, ugyanúgy, ahogy az elsőt is angolul olvastam el, úgyhogy kíváncsi vagyok rá, mert tényleg azt hallottam, hogy ez a második rész sokkal, de jobb lesz, mint az első, izgalmasabb, és hogy van benne olyan kis szerelmi szál, ami esetleg érdekelhet engem, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok rá. Az első része volt egyébként olyan rossz, azt hiszem 3,5 csillagot adtam rá, ami egyébként nem olyan rossz egy ilyen könyvnek, úgyhogy Sarah J. Maas-t én annyira nem kedvelem, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Aztán jöjjön a legendás lányok Sarah Rose-tól, ami a kémnők titkos története a második világháborúból, és tényleg, ahogy ebből a kis alcímből lehet már sejteni, ez egy második világháborús történet, és itt csupa-csupa olyan nőket követhetünk, akik belevetették magukat a legmélyebb, legdurvább helyzetekbe, és ebben a könyvben egyébként tényleg a szerző, tehát Sarah Rose, olyan történeteket hozott, amik igazak, tehát igaz történetről van szó, és naplóbejegyzések, mindenféle feljegyzések által jönnek ezek a történetek hozzánk, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, mert nem titok, hogy én a történelmi, és főleg az ilyen második világháborús történeteket nagyon szeretem, és főként, hogyha így nők köré vannak építve, amikről egyébként olyan sokat nem szoktunk hallani, még érdekesebbnek tűnik, úgyhogy szeretném elolvasni, ha lehet, szerintem már februárban nekiállok. A következő könyve listámon már egy jó ideje érdekel, ami a Woman in Berlin Anonymous szerzőtől, és ezt a könyvet Nalinánál láttam, úgyhogy lelinkelem ő neki a videóját, ugyanis neki a 2019-es legjobb könyveiben is szerepel ez a könyv, ami már egyébként meggyőző, és ez is szintén egy második világháborúról szóló igaz történet, és szintén egy nő szemszögén keresztül láthatjuk azt, hogy már a németek vesztettek, és az oroszok elfoglalták Berlint, ugye 45-ben vagyunk, és az ottani nőknek a szörnyű helyzetét az erőszaktól kezdve minden le van írva ebben a könyvben, hogy mi ment keresztül ez a szerző, aki ezt a könyvet írta, és úgy tudom, hogy ez egy nagyon durva könyv lesz, és hogy tényleg csak óvatosan kell az olvasását folytatni, tehát egyben nem szabad szerintem az egészet elolvasni, mert nagyon megterhelő lehet, és tényleg csupa jókat hallottam róla, illetve ez a könyv egyébként van magyarul is, úgyhogy azt hiszem az a címe, hogy Egy nő Berlinben, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor el tudja olvasni magyarul is, hogyha esetleg angolul nem szeretné. És engem nagyon-nagyon érdekel, úgyhogy alig várom, hogy elolvashassam. És hogyha jól tudom, egyébként van egy hasonló könyv is, ami ugyanígy az oroszok által elkövetett hát szörnyűségeket mutatja be így a nők szemszögén keresztül, csak ugye Magyarországon, és ez Pető Andrának a könyve, amit szintén egyébként nagyon-nagyon el szeretnék olvasni. Aztán itt van egy olyan könyv, amit nem is értem egyébként, hogy még miért nem olvastam el. Ez Nicholas Amesnek a Vadon királyai című könyve, ami egyébként egy sorozatnak az első része. Erre a könyvre én azért figyeltem fel egy ideje már, mert egy az nagyon jó értékeléseket kapott, a másik pedig az, hogy elolvasva a fülszöveget, nagyon viccesnek tűnik. És alapból egyébként ez egy fantasy könyv, és már ez a kettő engem meg tudott győzni, hogy fantasy és a humor együtt párosítva szerintem iszonyatosan jó könyvek születhetnek ilyenekből. És itt egyébként egy olyan hát bandának a történetét követhetjük, akik legendás hősökké avancsálódtak, és hát azóta már visszavonultak, és eltelt jó sok idő, mindenkinek lett családja, alkoholba folytották a bánatukat, és hát eléggé meghíztak. Viszont egyik nap a banda egyik tagjának a lánya egy messzi kastélyba ragadt, amit szörnyek ostromolnak, és hát a bandát újra összehívja ez a tag, hogy mentsék meg a lányát, és hát így kerülnek mindenféle kalandba. És ha ez a fülszöveg egyébként más nem fog meg,
akkor nem tudom, hogy mi, mert iszonyatosan jól hangzik ez a könyv, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és ami még jobb egyébként, hogy a folytatása is már megjelent magyarul, úgyhogy el lehet olvasni akár a kettőt egyben is, ugye tényleg nagyon jó lesz. Aztán jön még egy érdekes könyv, aminek a fülszövege fogott meg igazán, méghozzá Rick Remender-től a Regan nemzedék, azaz az orgyilkos osztálynak az első része. Ez egyébként egy képregény, és 1987-ben játszódik, és egy fiút követhetünk, aki egy hát középiskolába jár, és kiderül, hogy az osztálytársai az hát Stalinnak, a bérgyilkosainak a leszármazottai, és hogy itt mindenkit egyébként gyilkolásra képeznek ki, és hogy a tanárok is egy ősi orgyilkos osztagnak a tagjai, úgyhogy ez is egy kicsit nekem ilyen humoros könyvnek tűnik, nem tudom egyébként, hogy mennyire humoros egyébként, de nekem már így fülszövegben egyébként ez derül ki, és alapból az, hogy egy középiskolában játszik, az már egyébként jól hangzik, nyilván így a Harry Potter miatt egy kicsit ilyen nosztalgia a középiskola, és ebből egyébként, ha jól tudom, sorozat vagy film is készült, ami szintén egyébként érdekel, úgyhogy ha elolvastam a képregényeket, mert hogy ugye ez is egy sorozatnak a része, tehát több része egyébként már kijött magyarul ennek a könyvnek, és akkor utána szeretném megnézni a filmet vagy ezt a sorozatot, mert nem tudom pontosan, hogy film vagy sorozat, de szívesen megnézném ezek után. Aztán jöjjön az a könyv, amit a tavalyi évenben nem sikerült elolvasnom, pedig szerettem volna, viszont eléggé vastag könyvről van szó méghozzá, majdnem egy 800 oldalas könyvről. Ez az Egy kis élet Hanya Yanagihara-tól. Ez a könyv azért is egy kicsit hát intimidating, tehát egy kicsit nehezen kezdenék bele az olvasásába, mert hogy nem csak, hogy azért, mert ilyen vastag könyv, és elég pici betűs, hanem azért is, mert elég sötét témákat ír le ez a könyv, ugyanis négy fiatal fiút követhetünk az egyetemi évei alatt, és hát New Yorkban egyébként, és mindenféle sötét dolgokkal küzdenek meg így magánéleti szempontból, alkoholizmus, mindenféle sötét dolog van benne, ami miatt nehéz lehet az olvasása. Viszont én évek óta csak jókat hallok erről a könyvről, és tényleg nagy vágyam, hogy ezt elolvassam 2020-ban végre, úgyhogy szeretnék erre sort keríteni, mert nagyon érdekel, és tudom, hogy jó könyvről van szó, és tudom, hogy szeretni fogom. Aztán itt van a Keskeny út éjszakra Richard Flanagan-től, ami szintén egyébként egy második világháborús történet. Itt egyébként azért is érdekes ez a könyv, ugyanis Ausztráliában játszódik, nem minden része, de főként Ausztráliában, és itt ebben olvashatunk a II. Világháború viszontagságairól, méghozzá ugye az ausztrál oldalról, hiszen nem sok olyan könyvet olvastam még egyébként, ami Ausztráliában játszódott volna így a II. Világháború környékén, vagy esetleg Ausztrália és az ő környékén, ami egyébként nagyon érdekes, és tudom, hogy van benne szerelmi szál is, ami szintén nagyon érdekes, és elsősorban egyébként én azért választottam ezt a könyvet annó ki, mert Ausztráliából nagyon kevés könyvet olvastam, ami ott játszódik, és így, hogy a II. Világháború, tehát egy történelmi könyvről van szó, így nagy az esélye, hogy nekem tetszeni fog. És ha jól tudom, egy orvost követhetünk, akit elküldenek a háborúba, és hogy miként éli ő ott meg, miközben szerintem egyébként otthon várják, tehát érdekes lehet. Az utolsó könyv a listámon pedig egy olyan könyv, amit már nagyon régen el kellett volna olvasnom, de nem történt meg, úgyhogy most tényleg el szeretném olvasni. Ez nem más, mint az Essexi Kijó Sarah Perry-től. Ez a könyv egyébként, meg kell, hogy említsem, gyönyörű. Tehát én nem tudom, biztos láttátok már ezt a könyvet nagyon sokszor, mert amikor megjelent ez a könyv, akkor nagyon sokan olvasták, és azóta egyébként elég vegyes vélemények érkeztek róla, tehát egy picit ez az a kis visszatartó erő, ami engem így megtart, hogy ne olvassam el ezt a könyvet, de tényleg szeretném elolvasni, mert a szerzőnek egy másik könyve, a Melmoth, az szintén itt van fent, és mindenképpen el szeretném azt is olvasni, csak először szeretnék az első magyarul megjelent könyvével kezdeni. Ez egyébként az 1800-as évek végén játszódik ez a könyv, méghozzá Angliában, és itt is a vidéki Angliában, és hogyha jól tudom, akkor egy család kiküldözik Londonból vidékre, és ott valami mitikus szörnyről van szó, ami nyilván szerintem egy metafora lesz, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, annak ellenére tényleg, hogy nem olyan jó értékeléseket láttam róla, de ez nem fog engem befolyásolni, mert általában azok a könyvek, amiket
A többség nem annyira kedvel, azt én kedvelni szoktam, úgyhogy kíváncsi leszek erre is. Hát ezek lettek volna azok a könyvek, amiket 2020-ban szeretnék, vagyis hát tervezek elolvasni. Ti milyen könyveket terveztek biztosan elolvasni 2020-ban? Várom a kommentjeiteket lent a leírás alatt. Megtaláltok Instagramon, Mojon és Goodreadsen, illetve Facebookon is. Mind a négy helyen Just a Bookie szóként vagyok fent. Köszönöm szépen még egyszer, hogy megnéztétek ezt a videót, és találkozunk a következőben is. Sziasztok!